szép időnk van, ma, nem? Süt a nap, és az egész város ilyen sejtelmes ködben úszik, amiről csak remélem, hogy nem smog. Minden esetre van ez a kütyüm, ami mutatja, hogy éppen milyen a levegőnek a tisztasága, és az 5 csillagból egyet ad. Szóval 5 csillagból egyet ad a levegő tisztaságának. Hát sok most az autó a belvárosban. Nem jó a levegő. Viszont! Lehet vitatkozni mindenféle ideológiák mentén, de az egészen biztosan jó hír, hogy a világ egyik legnagyobb országának és az egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátójának mostantól kezdve olyan elnöke van, aki hisz a globális felmelegedésben, vagy legalábbis... Ez normál esetben amúgy sem hit kérdése. Vagy legalábbis azt vallja, hogy a szenet elégetni, az nem olyan jó dolog. Hogyha ott állsz egy ilyen szénerőmű mellett, és ott égetik a szenet, akkor azt tudod, hogy nem jó, és hogy most ezt ilyen globálisan is ki lehet mondani, hogy nem jó. Szóval Amerika visszatér a párizsi klímaegyezménybe, és bejelentették, hogy 2050-től kezdve ők is karbonsemlegesek lesznek. És ha ezt hozzátesszük azt, hogy az EU a világ egyik másik nagy gazdasági blokkja és hatalmas széndioxid kibocsátója, és pontosan ugyanezt határozta el, akkor már láthatjuk, hogy 2050-re várhatóan sokkal jobb helyen fogunk élni, mint most, hiszen drasztikusan csökkenni fog a széndioxid kibocsátás. Persze ez nyilvánvalóan csak egy ilyen álmegoldás, hogyha a szennyező üzemeket közben szépen kihelyezzük ilyen ázsiai országokba, de az a helyzet, hogy már a kínaiak sem szeretnek annyira szenet meg olajat égetni, meg hasonló dolgokat csinálni, úgyhogy hát most egy nagyot léptünk az elmúlt napokban abba az irányba, hogy fenntarthatóbb legyen ez az egész. És ez egy szuper hír, függetlenül attól, hogy ki jobboldali, meg baloldali, mert hogy a smogba pont ugyanúgy fogunk mindannyian megdögleni. Pártállásról függetlenül. Szóval jól indul ez a hét! Sliding since I don't remember when, in and out of consciousness. És akkor második napi rendi pontként beszéljünk erről az óráról a kezemen, a Honor Watch GS Pro-ról. És amiről azt kell tudni, hogy azon kívül, hogy ilyen nagyon-nagyon sportos a külseje, van benne egy brutális 790 milliamperórás akkumulátor, és hogy ezt valamilyen módon kontextusba helyezzük, hát a héten megjelenő iPhone 12 miniben háromszor annyi aksi van. Háromszor ekkora aksi egy telefonban, ami sokkal-sokkal nagyobb kijelzőjét és minden egyebét tekintve is, és ennek megfelelően ez az óra ez nem egy nap alatt merül le, hanem 3 hét alatt. És tudja mindezt állandó mobil kapcsolattal, és úgy, hogy folyamatosan méri a pulzusunkat, hogyha bekapcsoljuk a GPS módot is, amit azért majd érdemes ez bekapcsolni, akkor kb. Olyan 2 nappal számolhatunk energiatakarékos GPS üzemmódban, meg 4-jel. Minden esetre mindegyik nagyon-nagyon durván hosszú üzemidő, és jól láthatóan a Honor pontosan erre helyezte a hangsúlyt, amikor megalkotta ezt az alapvetően sportolóknak és túrázóknak szánt órát. És éppen ezen funkciók miatt én is főként túrázás közben próbáltam ki ezt az órát. Nem minden funkcióját, például az, hogy mínusz 40 fokig is bírja azt, nem? Meg a plusz 70-et is. Azt sem, és azt sem próbáltam ki, hogy bírja-e a vizet, de az hód biztos, hogy a rázkódást és a port igen, mert hogy mind a kettőből bőven akadt, amikor a Budapestről északra túrázgattunk egy nagyon-nagyon hangulatos kis patakvölgyben. Elmenni a dzsungelig, ez is éppen eléggé vadregényes. Néhány további hasznos információ. 454 pixeles a kijelző átmérője. Lehet vele hívást fogadni, van benne mikrofon, úgyhogy válaszolni is lehet rá, bár azt tegyük hozzá, hogy ilyen zajos környezetben, amiben most vagyunk, hát az például nem biztos, hogy különösebben ajánlott. De amikor egy csöndesebb helyen vagyunk, akkor simán lehet vele beszélgetni is. És fogadja az üzeneteket is, bár azt is tegyük hozzá, hogy na azokat csak olvasni lehet, szóval válaszolni már a telefonon kell. Viszont túrázás közben kiderült néhány nagyon-nagyon hasznos funkciója, például az, hogy jó, oké, méri a kalóriát, meg a megtett távolságot, erre a legtöbb óra alkalmas, de az nagyon tetszett nekem, hogy van egy ilyen GPS mód is benne, amikor hát így felveszi, hogy merrefele járkáltunk, és egyrészt vissza tudjuk nézni, hogy merrefele járkáltunk. De akkor, ha esetleg eltévednénk valahol egy erdő közepén, és egy ilyen amerikai horroros jelenetben találnánk magunkat, amikor nincsen térerőnk, és nem tudjuk, hogy merrefele kell kimenni, hiszen nem tudjuk letölteni a térképet sem, akkor viszont tök jól mutat, hogy szóval szólok az órának, hogy vigyen vissza oda, ahonnan elindultam, és hát onnantól kezdve navigál. Navigation back started. Szóval a térképen mutatja, hogy éppen jó felé megyek-e, arra-e, amerről jöttem, vagy valamilyen teljesen más irányba tévejedek éppen el. És mindez gigantikus üzemidővel. Na gyertek! Well,
Nézzétek a jó madarakat! A színházigazgató, rendező, színész Mácsai Pál édesapjának, Mácsai Istvánnak voltak olyan képei, amik pont nagyon-nagyon hasonló körülmények között és hasonló fényekben mutatták meg ezt a környéket. Olyan sejtelmes az egész! Lezártak minket. Megint! És eredetileg az adásnak az utolsó része nem erről szólt volna, hanem elmentünk volna a soroksári hévhez, és megnéztük volna, hogy ott milyen felújításokra lehet számítani, mert hogy az a téma engem baromira érdekel, csak az a helyzet, hogy menet közben befutott az a hír, hogy hát lezárják megint az országot, és gondoltam, hogy ez valamivel relevánsabb tartalom most. És az a helyzet, hogy igen, áttérnek az online oktatásra az egyetemeknél, a középiskoláknál, az általános iskoláknál, meg az óvodáknál nem, de nem azért, mert ott nincsen kockázat, hanem egész egyszerűen nemzetgazdaságilag úgy matekoztak, hogy nagyjából kioszthatatlan az, hogy egy csomó ember otthon ül. Ugye egy középiskolással vagy egy egyetemistával nem kell otthon ülni, egy általános iskolással, meg egy óvodással, igen. Hát ez egy ilyen komoly kockázati faktor sajnos. De ezen túl este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom van, úgy általában véve is tilos gyülekezni, bezárnak az éttermek, bezárnak a szabadidős létesítmények, az állatkertek, színházak, uszodák, edzőtermek, stb. A sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezik meg, és a családi rendezvényeken maximum 10 gyűlhetnek össze. Vár ránk a kis karácsony. Szóval az a helyzet, hogy tavasz után nehéz lesz megint. Sőt, nehezebb, mint tavasszal, mert hogy akkor nem voltak ennyire durvák a lezárások, de gondoljunk arra is, hogy akkor nagyon sokan éreztük úgy, hogy ez a megfelelő döntés, amikor volt napi, mit tudom én, 40 új fertőzött, meg egy elhunyt, most meg van napi 5000 és ilyen 100 halott, szóval hogyha akkor indokoltnak éreztük, akkor most ilyen százszorosan érezhetjük annak. És most tényleg nagy a baj, szóval, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik még tagadják ezt a vírust, és hogy egyre többen vannak olyanok, akiknek már a közvetlen környezetében is van olyan, aki hát minimum elkapta a betegséget, de sajnos sokan vannak olyanok is, akiknek meghalt egy hozzátartozójuk. Nekem is van olyan közvetlen ismerősöm, akinek meghalt egy hozzátartozója, szóval, hogy ez már nem egy ilyen távoli, megfoghatatlan dolog, hanem nagyon is itt van, és tök nagy kockázatot jelent. És ez egy ilyen kellően el is rontja az ember kedvét, de helyezzük ezt valamilyen, nem is kontextusban, hanem adjunk egy perspektívát ennek a dolognak, hogy mikor lesz ennek az egész szarságnak vége. És az erre a kérdésre adható válasz, mármint hogy mikor is lesz vége, az igazi különbség a tavaszhoz képest, amikor is csak annyit tudtunk, hogy baj van, de hogy mikor lesz megoldás, arról fogalmunk sem lehetett. És hogyha meghallgattuk akkor a kutatókat, akkor azt hallhattuk, hogy hát az addigi tapasztalataik alapján mondjuk egy olyan másfél-két év alatt már meg is lehet a vakcina. Ehhez képest tavasz óta eltelt összesen, hát körülbelül fél év, és az a helyzet, hogy a megoldás már itt van a láthatáron. Igen, és ezt nem akárki mondta, hanem Angela Merkel, aki szerint a megoldás, a vakcina már nagyon-nagyon közel van, olyannyira, hogy Németországban elkezdték kiépíteni az oltóközpontokat, és azért kell ezt kiépíteni, mert az az oltás, amivel ők dolgoznak, és ami megfelelően ellenőrizve is lesz, szemben az orosszal, amiről hát olyan nagyon sok jót egyelőre nem lehet hallani. És hogyha valaki esetleg el akar mélyedni abban, hogy mik a különbségek az egyes oltások között, azok a videó alatt találnak egy linket Kemenesi Gábor virológus előadásáról, aki nagyon szépen és alaposan kifejti, hogy mi a különbség egy jól tesztelt és egy nem megfelelően transzparens módon előállított vakcina között. De a lényeg az, hogy amit a németek használni fognak, az ilyen mínusz 78 Celsius fokon bírja csak ki azt az időszakot, ameddig nem adják be, és éppen ezért ilyen spéci központokat kell létrehozni, hiszen nincs minden körzeti orvosnál mínusz 78 fok, de ezt már elkezdték kiépíteni, a kommunikációra is előkészültek, és hát azzal számolnak, hogy idén elkezdik oltani az embereket, ami hihetetlen csúcs teljesítmény. Kis kiegészítés az előző snithez, mert ahogy mondani szokták, labzárta után érkezett, hogy hát tulajdonképpen a Pfizer lassan befejezi a harmadik fázist. A harmadik fázis az, amikor egy nagy mintán végzik el a teszteket, ez az utolsó lépés azelőtt, hogy forgalomba hozhatnának egy vakcinát, és ők egészen pontosan 43.538 emberen tesztelték eddig a vakcinát, és működik. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tesztelt alanyok
90%-ánál, több mint 90%-ánál alakult ki védettség a koronavírus ellen ebben az elmúlt néhány hónapban. És nyilván egy csomó mindent nem tudunk, például ez a 90% fölött ez 91 vagy mondjuk 97-98. Azt sem tudjuk, hogy mennyi ideig ad védettséget a vakcina, de azt jó eséllyel tudjuk, hogy ennél a 43.538 személynél nem alakult ki komoly mellékhatás. Az utolsó kérdés az, hogy mikor lesz ebből elérhető vakcina, és az a helyzet, hogy az is megdöbbentően hamar itt lesz, mert a saját számításaik szerint november 3. hetében, ami a jövő hét. Tegyük hozzá, szóval egy csillagos megjegyzésként, ez egy ilyen extrém gyorsan piacra dobott verzió azoknak, akiknek extrém nagy szükségük van a vakcinára, különben jó esélye meghalnának, és ez még csak az Egyesült Államokban történhet meg. Szóval ez nem a tömeges oltásnak a kezdete a jövő hét, de minden esetre az oltásnak a kezdete a jövő hét, és úgy számolnak, hogy még idén 50 millió vakcinát elkészítenek a Pfizernél, és jövőre pedig 1,3 milliárdot. Csillagos megjegyzés vége, lépjünk vissza a parkba. Ugyanis nem azért beszéltek másfél-két évről a szakértők, mert teljesen meg voltak hülyülve, hanem mert a korábbi tapasztalat az azt mondotta, hogy 5-10 év mire ki tudunk fejleszteni egy normális vakcinát, és ahhoz képest valami nagyon-nagyon gyors ütemtervvel számoltak, és ezóta másfél-két év, és ehhez képest most már fél évnél tartunk, ami elsőre ijesztő is lehet, de még egyszer ajánlom a lenti videót, ami elmagyarázza, hogy miért nem kell parázni ettől az oltástól, tehát hogy kellően ki lesz tesztelve, sőt, van valamennyi előtapasztalat is már ezekkel a szerekkel, és nem azért kerül piacra ilyen gyorsan egy oltás, mert hogy kihagytak fontos lépéseket, hanem mert ott tart már a tudomány, hogyha az emberiségnek van egy ilyen cél, amit közösen el akar érni, és nagyon-nagyon el akarja azt érni, és nem számít sem a pénz, sem a ráfordított energia, akkor sokkal-sokkal hatékonyabbak és gyorsabbak vagyunk, mint korábban bármikor. És szerintem, amellett, hogy ez a 2020-as év sok szempontból tényleg nagyon-nagyon szar lett, a végső tanulsága az, hogyha igazán akarjuk, és igazán összefogunk, és támaszkodunk a tudományra, akkor hihetetlen eredményekre vagyunk képesek, olyanokra, amiknek a létezés és még a tudósok sem hittek. Akik hozzászoktak ahhoz, hogy rengeteg akadály hárul eléjük, elsősorban azért, mert nincsen elég pénz a kutatásukra. Hát, hogyha van elég pénz, akkor szerintem pikpak összeraknak nekünk egy időgépet is, vagy egy ilyen fúziós erőművet, vagy egy fénysebességű szuperhajtó művet, amivel hány párszek alatt lehet megtenni a Kessel Run? Made the Kessel Run in less than 12 parsecs. Szóval, hogyha a mai hírek hallatán sokaknak el is ment a kedve ettől az egésztől, akkor tegyük hozzá, hogy mindenkinek tökre igaza van, és mindenkinek a töke tele van már ezzel az egésszel, de közel már a napfény, közel már az, hogy megszabadulhatunk legalábbis ezektől a problémáktól. És ez minden esetre némi reményre ad okot, úgyhogy egy kicsit ki kell tartanunk, egy kicsit oda kell figyelnünk egymásra, egy kicsit vigyázni kell magunkra, és aztán olyan tapasztalatokkal folytathatjuk az életünket, és most nem elsősorban arra gondolok, hogy milyen volt lezárás alatt élni, hanem hogy hogyan tudunk hatékonyan védekezni valami ellen, ami az egész emberiséget támadja meg, ami hasznos lehet számunkra egész életünkben. Tanulni kéne ebből. Az összefogás sokat segít. Sziasztok!